A szerződések nagy részét már megkötötték a dohánytermelők, a dohánymag vetésével elkezdődtek a tavaszi dohánytermelési munkálatok. 3450 hektár a teljes dohányterület itthon, ebből 750 hektáron Burleyt, a többin Virginia dohányt palántázhatnak majd áprilisban. A tavalyihoz hasonló termésmennyiségre számítanak ebben az ágazatban. Óránként 1200 ilyen tálcába töltik a dohánymagot, ez a tőzeggel együtt kerül be a fóliasátor alá. A gépi úton bevetett tálcákat így helyezik egymás mellé az 50 méteres sátorban, majd feltöltik vízzel, beadagolják a tápanyagokat, és itt nevelkedik a dohánypalánta 45-50 napig. Időközben nyírják a palántát, és védik a betegségektől. Ez a technológia korábban alkalmazott úgynevezett tépet palántákhoz képest egy sokkal biztonságosabb palántanevelés, kiszámíthatóbb, mivel hogy egy tápközeggel kerül, tápkockával kerül ki a növény a szántóföldre, ezért a megeredése sokkal biztosabb és stabilabb lesz, egyenletesebb lesz az indulása, egyenlő esélyekkel indulnak az életfeltételei odakint. Ez a később a dohánytermesztés egészére hatással lesz. 1800 tálca fér el ezen a 10-12 hektáros telepen, de más telephelyekkel együtt 3,5 millió palántát ültethetnek majd el. Április végén kerülnek ki a földekre a palánták, 3450 hektár a teljes dohányterület itthon, ebből 750 hektáron Burleyt, a többin Virginia dohányt ültetnek. A szerződéskötésekkel március közepére már teljesen a finishbe értek a tavalyihoz hasonlóan, 930 körüli szerződés kötésre számítanak. Tavaly 6343 tonna dohányt termeltek itthon összesen 3366 hektáron. A dohánytermesztés már nem kap közvetlen támogatást az Uniótól, csupán az úgynevezett szerkezeti átalakítást segítő támogatást igényelhetik az ágazatban. 2015-től a hazai támogatásokra számíthatnak a dohánytermelők. Bényei Ill és a MADOSZ elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Kezét csókolom, és jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Elkezdődtek a tavaszi munkák, a dohány palántázása, az majd április végén lehetséges. A termőterület nagysága csökkente, vagy megmaradt-e a tavalyi évéhez hasonlóan? Hogyan alakul? Miután a szerződések nagyon a finisébe vannak, a termeltetők reménykednek abban, és célul tűzték ki, hogy az elmúlt évi termőterület nagyságára szerződéseket kötnek. Sajnos még van híja, és úgy áll a dolog, hogy a Burleyt típusú dohányoknál valamennyivel kevesebb lesz ebben az esztendőben a termőterület, mint volt az elmúlt évben. A Virginia dohányoknál úgy áll a jelenlegi szerződésköttéseknek az állománya, hogy várhatóan az elmúlt évi mennyiség az le lesz kötve. A hazai dohánytermelés hányad részét, vagy hány százalékát adja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye? Ebben nem hiszem, hogy nagy változás lenne az előző évekhez képest. Van változás benne, mert ahogy országosan csökken a termőterület, és az utóbbi időkben sajnos ez látványosan valósult meg, a távolabbi megyékbe nagyobb intenzitással csökken a termőterület, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és korábban egy 80%-ra volt tehető a Szabolcs megyében az országos termőterület, ma ez most már 85% környékén van, és még az sem lehetetlen, hogy ezt is meg fogja haladni. Milyen dohánytermésre számítanak? A dohánytermés minőségére tavaly nem panaszkodtak, és a felvásárlási árakra sem. Igen, az elmúlt évben nagyon szélsőséges volt a dohánytermelés, nagyon kedvező volt a tavaszi időjárás, aztán a vegetációban a csapadék eloszlása nagyon kedvező volt, így egy átlagtermés vonatkozásában rekord termésre számítottunk. Hát sajnos a júniusi-júliusi jégeső több mint 300 hektáron szinte megsemmisítette a termést, és ennek köszönhető sajnos az, hogy ez a rekord ez nem következett be, de így is közel 2 tonna per hektár
az átlagtermés a 2016-os esztendőbe. A 2017-es esztendőre ugyanez van a felvásárlók részéről megcélozva, ugyanez az átlagtermés, de mint ahogy már említettem, sajnálatos módon a Burley dohány esetében nem valószínű, hogy összejön az elmúlt évi nagyságrend a terület vonatkozásában, így ebből elképzelhető, hogy kiesés lesz, de reményünk van abban, hogy az időjárás ismét a kegyeibe fogad bennünket, és akár még ezt felül is tudjuk majd múlni. Bényei úr, ez a másfél és két euró kilogrammonkénti ár, ez már egy jó ár? Ez messze nem jó ár. Uh-huh. Ez messze nem jó ár. Európai Unióban az átlagos felvásárlási ár lényegesen meghaladja a 3 eurót. Magyarországon ez úgy tudott kialakulni, hogy miután a felvásárlási... Jóval alacsonyabb volt korábban a felvásárlási ár. Volt alacsonyabb is, valóban. De ha nagyon messzire megyünk vissza, az Európai Uniós csatlakozást megelőzően közel ugyanannyi volt a felvásárlási ár, mint amennyit most kapunk, és hát azért időközben 13-14 esztendő eltelt. Egészen más volt akkor a támogatási rendszer, és más volt a felvásárlási ár, más volt az értékesítés. Az uniós csatlakozást megelőzően védővámok alkalmazásával tudták a Magyarországra behozott dohányoknak a mennyiségét korlátozni, így ezáltal a magasabb áron értékesített dohány a belföldi feldolgozásnál piacra talált. Most már ugye a uniós csatlakozást követően ez nem alkalmazható, így Magyarországon lecsökkent a felvásárlási ár. Cserébe viszont az Európai Uniós támogatás 2004-től ezt a kiesést kellőképpen kompenzálta. Mi több, a 2010-es esztendőtől, amikor is már uniós szinten közvetlen támogatás nem volt adható a dohánytermeléshez, akkor az uniós kap szabályok között volt lehetőség arra, hogy szerkezetátalakítás címén a magas foglalkoztatásra való tekintettel a dohánytermelés támogatást kapjon, és ez a támogatás nagyságrendjében kedvezőbb volt, mint amit korábban kaptunk. Ez meg is mutatkozott akkor a dohánytermésnek a mennyiségében, minőségében, és hát tulajdonképpen a termelők kedvében is. Viszont sajnos ez 2010-ben lett ugye bevezetve, 2014-ben ennek vége lett, és 2015-től már az Unió semmilyen támogatást nem enged a dohánytermeléshez hozzárendelni, emiatt már kizárólag csak hazai forrásból táplálkozik a hazai dohánytermelés. Jelen pillanatban ez olyan nagyságrendet képvisel, hogy hektáronként 600 ezer forint átmeneti nemzeti kiegészítő támogatást kaphatnak a dohánytermelők, ezen felül pedig úgynevezett de minimis csekély összegű támogatást 300 ezer forintos nagyságrendbe, amik igénybe vételéhez rendkívül komoly feltételeket és nagyon sok adminisztrációval járó teljesítést kell megvalósítsanak a termelők. Ez a feltételrendszer vajon megmaradhat-e, hiszen 2018 és 20 között egy újfajta támogatási rendszer lesz érvényben, mert ugye 2017-ig lesz ez a jelenlegi. Igen, a jelenlegi támogatás feltételrendszere és a hozzárendszeresített támogatás nagyságrendje az 2017-es esztendőben még alkalmazható, de 2018-ra új támogatási jogszabályt kell alkotni. Reményeink szerint a jelenlegi feltételrendszer az megmarad, és hitünk szerint pedig valamelyest majd a támogatás mértéke emelkedik. Hát erre ez a 2017-es esztendők van, hogy az illetékes hatóságokkal, nevezetesen a minisztériummal ennek a kérdését tisztázzuk, és mindenképpen az lenne az igényünk, hogy még időben a jövő évi termés előkészítését megelőzően, tehát október hónapban már ismerté váljon, hogy a termelők el tudják dönteni azt, hogy folytatják-e ezt a tevékenységet, össze fog-e jönni a jövedelmezőség, avagy nem. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.